Figyeljétek, mint a kis referencia fotón, itt fekete filccel körbekarikáztam azt, ami szerintem úgymond egyszínű forma. Ezzel a tésd azt, hogy ezek ilyen különálló formáknak tekintem a festés szempontjából, és amikor festjük ezeket a formákat, akkor egy ilyen formát nézzünk meg, hogy mi a legsötétebb szín rajta, és azzal a legsötétebb színnel fogjuk kikenni az egész formát. Értsd alatt ezt is, hogy például ez a rész, ez is egy bokor, egy részhez tartozik, és például ez a nagyon sötét zöld a legsötétebb színe, akkor még ide, ez alá is, ahol most világos színek vannak, ez alá is a sötéttel fogunk oda menni. Úgyhogy itt is azt látom, hogy ilyen világosabb barna színek vannak, de azt majd csak második, harmadik rétegbe festem rá. Az első réteg az a legsötétebb szín, ami itt van. Ez lesz ennek a fordnak az első rétege. Jó? Tehát, hogy az első rétegünk célja, most ne bokronként menjünk úgy, mint tegnap, hogy kikenjük az alapot, és aztán rá a bokrot rárakjuk, hanem én azt mondom, hogy az egésznek, ami most itt van, mindegyiknek fessük meg az első rétegét, az első alapját, és akkor utána meg, ha megvan minden első rétegben, akkor utána elkezdjük szépen cizellálni azt már száraz ecset technikával. Jó? De minden, ami bokor, meg fű, annak megvan az alapja, és akkor innentől kezdve ugyanaz a technika lesz, mint tegnap. Vagy ezzel a sört elcsettel, vagy szivacsal, de mindenképpen egy kemény szőrű ecsettel el kell vinni a bokor jelleget száraz ecset technikával, tehát nem szabad túl sok festéknek lenni az ecseten, és az se jó, hogyha nedves az ecset, kifejezetten száraznak kell lenni. Hogyha ki is mosod az ecsetet, mert más szín kell bele, akkor is töröld ki. Jó, hogy a nedvességet azt töröld ki az ecsetből. Minél szárazabb legyen, és minél jobban szétálljon az ecsetednek a szőre. Tehát minél ilyen elhasználtabb, rozogább, rossz ecsetet kell használni ez a bokros részekhez.